magyar-horvát közösségi ház épül Szemelyen, 130 millió forintból valósul meg a Nemzetiségi Kultúrház. 80 millió forintos támogatással épült újjá, horvát házat adtak át Pécsett. Nem változott a márciusi határidő, postázzák a helyi adócsekkeket Pécsen. Pécs-Harkány országúti futóverseny, hétvégén tartották a 34. megmérettetést. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Új, korszerű kultúrház épül a Baranyai Szemelyen. A település már több évtizede dolgozik azon, hogy modern, kulturális térrel szolgáljon a lakosságnak, mely nagy részben horvát lakta terület. A Nemzetiségi Kultúrház építésére fordítható összeg 130 millió forint, melyből 50 millió forintot Szemely önkormányzata biztosít. Hétfőn délelőtt írták alá azt a dokumentumot, melyben Szemely új művelődési házáról állapodtak meg. Az épület jelen állapotában nem megfelelő a mai kor követelményeinek, mondta az eseményen a település polgármestere. Kumli József kiemelte, az új és korszerű épület az egész lakosság számára fontos. Egy része ennek elbontásra kerül, és egy háromszor ekkora alapterületű rendezvényteremmel, színpaddal, raktárakkal, vizes blokkokkal, előcsarnokkal, a korábban a terveken bemutatott módon fog új arculatot kapni. Az új épületben kap helyet a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, illetve az idősek és fiatalok klubja is. A rendezvényen Hoppá Péter elmondta, Szemely lakossága már több évtizede dolgozik azon, hogy újjáélesse a települést. Éppen 50 évvel ezelőtt szűnt meg az elnyomás, ami a kommunista diktatúrában őket érte, hogy felejtsék el a saját hagyományaikat, felejtsék el a nyelvüket, nem kapnak semmilyen támogatást. 1968-ig építési engedélyt sem kaptak a kommunista diktatúrában, meg bekötő utat sem, hogy sorvadjanak el és szűnjenek meg. Mindezt túlélve most valósággá válhat a remény, tette hozzá az országgyűlési képviselő. A munkálatokra összesen 130 millió forint áll rendelkezésre, ebből 50 millió forintot saját forrásból biztosít a település önkormányzata, 80 millió forinttal pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészíti ki az összeget. Pécs egyik legrégebbi épületét újították fel. A Jókai téren álló építményt hétfőn délelőtt adták át, melyben a horvát önkormányzat kapott helyet. Mivel a Baranyában él a horvát kisebbség mintegy 85%-a, fontos, hogy a megyeszékhelyen hozzanak létre egy ilyen közösségi teret. Így 80 millió forintos támogatással elkészült Pécsett a horvát ház. Az átadó ünnepségen elhangzott, az ingatlant kívülről ugyan már felújították, belül azonban mindeddig használhatatlan és megközelíthetetlen volt. Állami pénzből, kisebb nemzetközi segítséggel, de föl tudjuk újítani a belső részét is, és gyakorlatilag méltó helyen kapnak a belváros szívében, a Széchenyi tértől tényleg egy kőhajításnyira, itt a Jókai tér legimponzásabb épületén kaphatnak otthont a pécsi horvátok. Ez egyben üzenet is nekik, hogy nagyra értékeljük az ő munkájukat, az ő közösségüket, és büszkék vagyunk arra, hogy közösen a magyar kormányzattal az elmúlt 8 esztendőben iskolát újítottunk föl, óvodát építettünk, és ma egy kulturális és közigazgatási központot hoztunk létre a pécsi és baranyai horvát közösségnek. Várhatóan tavasszal indul a Bálicsi útat, az Alkotmány utcával összekötő új út építése. A beruházás környékén élők féltik többek között a zöld területet, közműveket, a kutyafuttatót, a gyalogosok biztonságát, írja a Bama. Az út keresztül halad a mai zöld területen, a nyomvonalon lévő fák közül a menthetőket átültetik, a nem megmenthetőek helyett pedig újakat ültetnek, válaszolta a lapnak a Pécsi Város üzemeltetési főosztály vezetője. A beruházás nem érinti sem a kiépített járdákat, sem a társasházak bejáratát, lépcsőjét. A szociális otthon előtti parkoló a jelenlegi formájában üzemel tovább. A művészeti iskolához érkezők gyalogátkelőkön közelíthetik meg az intézményt. A kutyafuttató a Rókusdomb egy másik, a jelenlegihez közeleső részén kap helyet, mondja a főosztályvezető. Az egész országban ugyanaz a tétje az április 8-ai országgyűlési választásnak. A szavazóknak a migránsokat betelepítő, a brüsszeli kvótarendszer teljes mértékben elfogadó és végrehajtó erők, illetve az ország biztonságát és nyugalmát védő erők között kell választaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Pécs alpolgármestere hétfői tájékoztatóján. Őri László szerint Pécsen is olyan jelöltet állít a baloldal, aki nem az ország érdekeit szolgálja. Fel kell tenni Mellár Tamásnak a kérdést, aki korábban a kötelező betelepítési kvóta mellett
érvelt, foglalt állást, hogy amennyiben a kötelező kvóta alkalmazásra kerülne, és ennek keretében Pécsre is migránsok kerülnének, akkor azokat konkrétan hova telepítené be? Uránvárosba, a belvárosba, avagy Kertvárosba? És fel kell tenni azt a kérdést is, hogy amennyiben kötelező kvóta alkalmazása során több száz, vagy akár a későbbiekben több ezer migráns kerülne Pécsre, azoknak a helyi társadalomba történő illeszkedését az hogyan képzeli el? Hiszen Európából számos példát látunk, és azt láthatjuk, hogy sem Stockholmban, sem Brüsszelben, sem Párizsban a helyi társadalomba való beilleszkedése az rendkívül nehézkes az illegális migránsoknak. Januárban a változatlan áron számolt kiskereskedelmi forgalom 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt, jelentette hétfőn első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Csak nem két éve, 2016. februárja óta nem nőtt ennél nagyobb ütemben a kiskereskedelmi forgalom. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyesboltok forgalma 4,4%-kal nőtt, ami másfél éves rekordnak számít. A nem élelmiszer jellegű üzletek eladásai 11,6%-kal haladták meg az előző évit. Ez tavaly szeptember óta a legmagasabb növekedés. Az üzemanyagfogyasztás 8,1%-kal nőtt 2017 első hónapjához mérve, amire két éve volt legutóbb példa. Nem a választások után kell befizetni a helyi adót, hiába terjesztik ezt bizonyos sajtóorgánumok, derült ki a pécsi adóosztályon. Ugyanis lassan minden háztartásban megérkeznek azok a levelek, amelyek tartalmazzák, kinek mennyi helyi adót kell fizetnie Pécsen. A lakosság továbbra is előnyöket kap, hiszen szinte semmilyen emelésre nem kell készülniük a magánszemélyeknek. Országos programhiba miatt a választás után is befizethetik a helyi adót. Ezzel a címmel jelent meg az egyik ellenzéki online újság cikke február végén. Az írás szerint akár az áprilisi választások után is befizethetjük a helyi adót büntetlenül. Ez nem így van. A Magyar Postának február 24-én átadtuk éles adatállományba a kinyomtatásra váró határozatokat, egyenlegértesítőket és csekeknek a PDF formátumát. Pécsen mintegy 97 ezer adózónak készítette el a posta csekkeket, határozatokat, értesítőket. Ez azt eredményezte, hogy mintegy 97 ezer adózó részére készítettük el a Magyar Postával a mintegy 35 ezer határozatot. Így nincs akadálya annak, hogy márciusban teljesítsék adófizetési kötelezettségüket a pécsiek. A fehér csekken található számlaszámot kell használniuk az adózóknak. Az értesítőn található szám nem pontos, hívta fel a figyelmet az adóosztály vezetője. Az adóhátralékosok részletfizetési megállapodása továbbra is érvényben van, tehát nem kell egy összegben kifizetniük, hiába érkezett így néhány adózóhoz tévesen az értesítés. A kormány 10 milliárd forintot fordít arra, hogy minden szülészetet családbaráttá tegyenek, közölte a család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár hétfőn Komáromban, ahol a város polgármesterével és a térség országgyűlési képviselőjével köszöntötték a település újszülöttjeit és szüleiket. Novák Katalin hozzátette, a támogatás célja, hogy a szülés élménye pozitív legyen, senki ne érezze magát kiszolgáltatottnak akkor, amikor a gyermekének életet ad. Célunk, hogy az anyaság előtt álló nők a lehető legnagyobb szakértelemmel és legjobb felszereltséggel találkozzanak minden szülészeten Magyarországon, mondta az államtitkár. Idén is elrajtolt a 34. Pécs-Harkány országúti futóversenymezőnye. A hideg idő ellenére több százan vágtak neki a 25 kilométeres távnak. A versenyt egyénileg és váltóban is teljesíthették a futók. A leggyorsabbak 90 perc alatt értek célba. Az eredményhirdetés a Harkányi gyógyfürdő aulájában volt, mely előtt egy üdítő fürdőt is vehettek a résztvevők. Borús, de a versenyzők szerint ideális időben teljesítették a 34. Pécs-Harkány országúti futóversenyt, amelyre idén több ezren jelentkeztek. Csak úgy, mint az eddigi évekhez hasonlóan a pécsi születésű olimpikon is ellátogatott a versenyre. Ő nem megszokott módon teljesíti a távot, hiszen gyalogló. Ez nekünk egy jó alapozási verseny, igazából most már negyedik éve folyamatosan jövünk ide Pécs-Harkányra. Ezt gyalogolni fogjuk, Honvédból többen is itt vagyunk, Magyar Csambence, illetve Récsér Ita is itt van. Az első 5 kilométer az csalóka, ugye azt hiszi az ember, hogy ez még sík, nem, az első 5 kilométer is nagyon emelkedő, és ott nagyon óvatosan kell menni.
illetve a Turonyi emelkedő az, ami nagyon meg szokta fogni az embereket, de mi addigra már olyan jó bemelegített állapotban vagyunk, hogy ott már leszoktuk hagyni a futókat is. A PVSK tájfutóinak edzéséből 1985-ben lett hivatalos futóverseny. Népszerű sportrendezvény a hobbi és profi futók körében. Engem is meglepett, hogy az időjárás ellenére rengetegen jönnek, sőt helyszíni nevezésre is többen jöttek, mint ahányan szoktak, úgyhogy örülök neki. Futótársadalom megényelesre vizsgázott. A vasárnapi verseny a szokásos helyről a Verseny utcai PVSK csarnok mellől indult. Csizi Péter országgyűlési képviselő indította el a futókat. Az első váltópont a Pécs-Pogány repülőtérnél volt, ahol a második váltótagok már Japában melegítettek. Úgyhogy igazából végigkérdeztük a többieket, hogy ki, hogyan, merre szeretne, mennyit szeretne futni. Felkészülni mindenki egyéninek készül. Van, akik már február óta, vagy január óta, vagy egész évben készülnek. Hát nekem ilyen ad-hoc jellege szokott működni. A hideg csúszós idő ellenére is rengeteg futó teljesítette a Pécs és Harkány közötti távot. Az eredményhirdetés a Harkányi gyógyfürdő aulájában volt. Közel 30 program várja a csillagászat szerelmeseit március 19-e és 25-e között a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben, a csillagászati hét keretein belül. A csillagászati héten aktuális űrkutatási, csillagászati témájú előadások, távcsöves bemutatók és a legnépszerűbb planetáriumi programok várják a látogatókat. Szó lesz többek között arról, hogy mikor lesz a világ vége, mennyibe kerül jegyet váltani a világűrbe, és hogy mi hátráltatja leginkább, hogy az ember eljusson más bolygókra. Az előadásokat planetáriumi és ingyenes távcsöves bemutatók egészítik ki, hétvégén pedig csillagászati ismeretterjesztő programok várják a kicsiket és nagyokat. Közúti veszélyeztetés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozott a pécsi rendőrkapitányság egy 57 éves helyi férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfi tavaly október 14-én délelőtt lovaskocsival közlekedett Pécs-Vasas belterületén, majd egy polgárőr meg akarta állítani, mert az utca egy rendezvény miatt le volt zárva a forgalom elől. Mivel a férfi nem lassított lovaskocsijával, ezért a polgárőr szóban is figyelmeztette, hogy a terület le van zárva és nem hajthat be oda. Ekkor a férfi közölte a polgárőrre, ha kell, áthajt rajta, majd lovaskocsijával behajtott a lezárt területre, ahol két polgárőrnek félre is kellett ugrania, hogy el ne üssék őket. A férfi ügyében folytatott nyomozást a napokban lezárták, és az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Rengeteg kárt okozott a február végi időjárás a mezőgazdaságban. Csak a Tolna megyei Kisvejkén 42 család megélhetése került veszélybe, mert az extrém hideg tönkretette a már rügyező barackültetvényeiket. A gazdák azt mondják, ha a kormány nem segít nekik, nem tudják, miből fognak idén megélni. Piros bimbós állapot alakult ki, és hát ez 6-7 fognál többet nem bír. Már rügyeztek a barackfák ezen a kisvejkei ültetvényen. A januári enyhe időjárás indította be a növények nedvkeringését. Az elmúlt napok viszont hatalmas károkat okoztak az ültetvényben. A barackos tulajdonosa azt mondja, van olyan fasor, ahol minden rügy elfagyott. A legnagyobb kárt a csütörtök hajnali mínusz 20 fokos időjárás okozta. Most azt látom, hogy gyakorlatilag az egyik fajtán 100%, a másik fajtán még reménykedünk, hogy néhány rügy maradt. A kisvejkei szövetkezet 42 családnak adott eddig munkát. A szövetkezet elnöke most azt mondja, a mostani fagyok után alig számítanak idén termésre, ezért azt sem tudják, hogy a hozzájuk tartozó családok miből élnek majd meg. Itt nagy problémák vannak, tehát itt nem tudom, hogy nyáron mi lesz egyáltalán a munka. Tehát, hogyha nem lesz barack, akkor nem lesz munka. Tehát itt biztos, hogy segítségre van szükségünk. Hogy a kisvejkei gyümölcsösökben egészen pontosan mekkora a kár, az hétvégére derül ki. A gazdák ugyanis most mérik fel, hogy hány rügyezőfájuk sérült. Több mint 230 kutya vár örökbefogadó gazdára jelenleg a szekszárdi menhelyen. Az állatok bár élvezik a havat, ha átázik a bundájuk, akár tüdőgyulladást is kaphatnak. A menhelynek ezért most nagy szüksége lenne takarókra, pokrócokra, párnákra, sőt akár még szőnyegekre is. A menhelyes kutyák egyébként gyakran sokkal hálásabbak és ragaszkodóbbak, mint a kereskedőtől beszerzett házi kedvencek.
Nagyon élvezik a kutyák a havat a szekszárdi állatmenhelyen. Bár a hóban szinte mindegyikőjük szívesen ugrál, a jeges csapadéktól megfázhatnak, vagy akár tüdőgyulladást is kaphatnak. Most több mint 230 állat van itt. A tartós fagyok idején különösen sok kutyát, köztük több még kölyök koruk mentettek meg az önkéntesek és az itt dolgozók. A gazdára váró állatokra ilyenkor különösen figyelnek a menhelyen. Az emberek is jobban odafigyeltek, és több kutya kikerült, tehát szóltak, hogy az utcán vannak, és bekerültek hozzánk a kutyák, vagy útszéréről, tehát megint olyan 230 körül van a létszám, és hát próbálkozunk mindennel. Szalmázzuk a kutyaházakat, a benti kennelekben kaptak kutyaágyakat, abban paplanok vannak. Most a kutyák itatása is nehezebb, a víz ugyanis belefagy a tálakba, ezért 2-3 óránként fel kell törni a jeget és friss vizet önteni az itatókba. Nagyon sok az örökbefogadásra váró kölyök kutya itt. A menhely vezetője azt mondja, az itteni kutyák sokkal hálásabbak és gyakran szótfogadóbbak is, mint egy kereskedőtől vett házi kedvenc, ezért érdemes innen kutyát választania annak, aki szeretne otthonra. A saját kutyám az gyakorlatilag mindig azt csinált, amit akart. A mentett kutyáim meg 2 méternél tovább sosem mentek mellőlem és szót fogadtak. Tehát körülbelül ez a helyzet, és bárkinek tudom mondani, hogy igazából mindig olyan kutyákat ajánlunk, akik nem harapnak, tehát hogy a családra nem veszélyesek, és mindenkinek megpróbáljuk a legmegfelelőbbet kiválasztani. A menhelyes kutyákkal a leendő gazdáknak már nincs különösebb dolguk. Az itteni állatok féregtelenítve vannak, és csíppel is ellátják őket. A Balaton ugyan fagyos, a komközlekedés azonban mégsem szünetel Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT a helyi lakosság igényeihez igazította a téli menetrendet. A hideg, zord időjárás pedig nem veszi el az utasok kedvét. Sokan kihasználják a kompatta lehetőségeket, hogy kiránduljanak, de vannak, akik munkába járásba is használják a Bahart szolgáltatását. A fagyos hideg ellenére még mindig zavartalan a komp közlekedés Szántód és Tihany között, így sokan ezt a szolgáltatást kihasználva járnak például dolgozni. Ez az első alkalom, hogy életemben ezt igénybe veszem. És mekkora segítség az, hogy most még ugye közlekednek a kompok, nincs befagyva a Balaton, nem kell kerülni? Nagyon, nagyon megkönnyíti igen a dolgunkat. Folyamatosan érkeznek az utasok a szántódi révbe. Az autósok azt mondják, a fagyos, csúszós utak miatt szerencsésebb komppal átmenni az északi partra. Hála jó ének, nagyon-nagyon örömmel értesültem arról, hogy ebben a fagyos, hideg téli jeges időjárásban is közlekedik a komp, úgyhogy ez most nagyon nagy segítség nekem, hogy ebben a havas jeges időben nem kell körbe autókáznom. 2017-ben 51 napra kellett szüneteltetni a kompjáratokat a két part között a feltorlódott jég miatt. Idén azonban nyoma sincsen vastag jégtakarónak a tóvízén. Ez annak is köszönhető, hogy a napközben folyamatosan közlekedő kompjáratok törik a jeget, így az éjszaka folyamán csak mintegy 3 cm-es jégborítás alakulhatott ki az útvonalon, ami még nem jelent akadályt a közlekedésben. A számok viszont azt mutatják, hogy emelkedett a forgalom, nagyjából 32%-kal növekedett a szállított személyeknek a száma. Ebben a két hónapban összesen 22.500 személyt szállítottunk át a Balaton két partja között, a gépjárművek száma pedig meghaladta a 10.000-et, itt is egy nagyjából 35%-os emelkedés volt a 2016-os év első két hónapjához képest. Szántódról óránként indul a komp Tihanyba. Dónuc László azt mondja, ha ilyen marad az időjárás, akkor semmilyen fennakadás nem lesz a vízi közlekedésben. A legnagyobb ellenségünk e tekintetben a szél. Amennyiben a szél ide a szántódi öbölbe a jégtáblákat besodorja, az okozhat olyan problémát, hogy egy esetleges éjszakai hideg során ezek a jégtáblák összefagynak. Ezt már a komp akkor valószínűleg nem tudja maga előtt áttörni. A tervek szerint március 14-től sűrítik a járatokat a két part között, így 40 percenként indulnak majd kompok Szántódról. 2020-ig meghosszabbította szerződését Csertői Aurél, a Paksi FC vezetőedzője. Az elmúlt napokban több kulcsjátékos is szerződést hosszabbított a klubbal. Most a tréner is aláírta azt a szerződést, amivel további 2 évre elkötelezte magát a Paksi FC-hez. Csertői 2014. januárjában került az Atomvárosiakhoz, Horváth Ferencet követte a kispadon. A 13. helyen vette át akkor az együttest, vele sikerült elkerülni a kiesést. Ekkor még 16 csapatos volt az NB1.
ma már csak 12. Irányításával erős középcsapattá vált a PFC, 2/5. És 1/7. Hely a mérlegük. Idén először került a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé a Paks, ahol az Újpesttel csatázik a 8-ba kerülésért. Jelenleg az élvonalbeli tabella 6. helyén áll úgy, hogy a dobogó csak 4 pontra van tőle. Az, hogy szerződést ajánlott a klub, azt gondolom a elismerése a szakmai munkának, ami itt folyik, illetve részemről az a bizalom és az a, hogy meg tudjuk valósítani közösen a közösen meghatározott célokat, és ebben rám gondolt a vezetőség, illetve Haraszti Zsolt, ez mindenképpen egy pozitív dolog számomra. Híradónk végén fontosabb anyai témáink még egyszer röviden. Magyar-horvát közösségi ház épül Szemelyen, 130 millió forintból valósul meg a Nemzetiségi Kultúrház. 80 millió forintos támogatással épült újjá, horvát házat adtak át Pécsett. Nem változott a márciusi határidő, postázzák a helyi adócsekkeket Pécsen. Pécs-Harkány országúti futóverseny, hétvégén tartották a 34. megmérettetést. Kedden kezdetben északnyugaton havazás, máshol ónos eső, havas eső, eső valószínű. Napközben havas esőre, esőre egyaránt számítani kell, az észak-dunántúli hegycsúcsokon még havazhat is. Délnyugaton szűnik meg leghamarabb a csapadék, enyhébb lesz a reggel 0+2 fokkal, napközben pedig 5-7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig keressenek bennünket a Facebookon is, viszontlátásra!